Sziasztok, ezek vagyunk mi. Ez a Koz Anita, Koz Anita Picture, Photo Tours, alias Pictures, ugye hát ez így összevonva, összehozzuk minden jelső, ezt így összevágjuk majd, de vagy nem, de ezek vagyunk mi, Anita Tibor, és a Együtt Kóvolunk címmel indítunk egy sorozatot most itt a csatornán belül, vagy hogy mondjuk, ez egy ilyen vlogger-bloggeres dolog együtt működve, ez egy ilyen összeállás, mert ugye én, mint Koza Pictures, fotósként, és mint Anita. Szintén fotósként. Így van. Így próbálunk összehozni egy olyan kis tudnivalós dolgot nektek, hogyha elmentek kirándulni, vagy esetleg elmentek valahova fotózni, túrázni, akkor ez kicsit, hogy város lebontva most például Szigetvárra, ugye első részként, hogy eljöttök ide, hogy mit lássatok, mit érdemes megnézni, és hogy hova menjetek el esetleg, hova üljetek be, és hogy mit nézzetek meg ezt, mint hogy próbáljuk egy ilyen videón belül nektek itt, úgyhogy hát reméljük tetszeni fog azt, hogy mi lesz ebből, majd meglátjátok az eleményt, illetve már nézzétek, hogyha ezt a videót így elkezdtétek nézni, úgyhogy ennyi az egész. Hát próbálunk kicsit ilyen lazábban, fiatalosabban és ilyen alternatívan bemutatni dolgokat itt Szigetváron. Hát több nagyobb sikerrel majd remélem meg tudjuk ezt mutatni. Úgyhogy hát akkor induljunk. Induljon a show. Így van, indulunk. Nem látszik, mert nagyon fehér a papír, de gondoltuk, ide beülünk és reggelizünk, iszunk egy kávét és valami hasonló. Energiai tart, meg egy vanas lére sikerült beülni. Itt vagyunk La Mafia, hát majdnem rámondtam azt, hogy La Mafia, de nem, hanem La Familia pizzériában. Annak idején a Kisváros című filmsorozatban a rendőr parancsnok, százados, ezredes, nem tudom, hogy mi volt a beosztása hadnagynak, mindig itt idejük beenni. Szóval aki nézte a sorozatot, az tudni fogja, hogy volt egy olyan rész mindig, hogy a film mindig epizódban, hogy a főszereplőnk beült enni, az itt volt, ahol most ülünk, úgyhogy ez tök jó. És hát nincs innen messze a vár, szóval hogy most mi arra fogunk elmenni, ami nem látszik, de majd megmutatjuk, úgyis, hogy merre megyünk. Onnan jöttünk, ahonnan megyünk. Így olyan frappánsan, akkor már így lazán. Hát megpróbálom megnézni sok pár dolgot. Meg itt a belvárosi részen, azt elmegyünk a vár felé. Ajánlott ez itt egy halastó. Ja, igen, állítólag van egy halastó, ami nemrég lett felújítva, a vár mögött van. És oda is benézünk, vagy elnézünk. Azt nem mondom, hogy úszunk egyet, de megnézünk. Ja, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Haladunk. De ide mindenképp, ha lejött a Szigetvárra, tényleg ugye az volt, hogy ajánljunk helyeket, akkor ide érdemes beülni, mert ez nem rossz hely. Nem tudom, lettünk volna sok más helyen, de eddig ez elég pozitív. Szerintem azt mondom, hogy ez jó. Nagyon kedvesek. Van egy kis kiülős rész, ahol most vagyunk, úgyhogy tök jó. Kutyabarát. Ja igen, a másik kutyabarát. Abszolút. Találkoztak két kis kutyával. Ja. Hát. Akkor majd folyt köv. Maradjatok meg.